Szeretném megjegyezni, hogy a Jobbik frakciója természetesen minden a pénzmosás elleni érdemi fellépést tartalmazó javaslatot támogatni fog, hogyha ebben nincsen elrejtett akna, reméljük, hogy ebben sem találunk ilyenre. Szeretném még az előző napirend magyarázata kapcsán megjegyezni, hogy a hitelmoratórium megléte önmagában még nem okozza azt, államtitkár úr, hogy ne indulhatnának újra néhány nap múlva a kilakoltatások. A helyzet ugyanis az, hogy a hitelmoratóriumtól függetlenül a végrehajtások, végrehajtó illetiltások ugye folynak, és azok az online árverések és a kilakoltatásokhoz elvezető folyamatok a járványügyi veszélyhelyzet nagy részében ugyanúgy zavartalanul tudtak folyni, mint a korábbiakban. Erre utaltam annak kapcsán, hogy bizony itt nagyon komoly problémák jelentkezhetnek, és nem egyértelmű a kilakoltatási moratórium lejáratát illető dátumcsata sem. Ugye az egyik jogászi álláspont szerint néhány nap múlva búcsút mondhatunk a kilakoltatási moratóriumnak, ez pedig nagyon sok végrehajtó nagyon várja, és tömeges kilakoltatások indulhatnak el, akár még a járványügyi veszélyhelyzet közepén. Szerintem mind megegyezhetünk abban, hogy ez egy tarthatatlan helyzetet idézne elő. Éppen ezért indítottunk petíciót annak érdekében, nyújtottunk be javaslatokat annak érdekében, hogy a kilakoltatási moratórium hosszabbodjon meg. De ezt a vitát nagyon sokszor le fogjuk még folytatni, egészen addig, amíg megnyugtatóan nem rendeződik az érintettek helyzete. És hát szeretném elmondani azt is, hogy a végső tényleges tulajdonos feltüntetését én nagyon üdvözlöm bizonyos esetekben. A járványhelyzet alatt volt már olyan üzleti szituáció, amikor nagyon örültünk volna annak, hogyha a végső és valódi tulajdonos látszik, és nem adott esetben offshore cégek szállnak be közvetítőként, olyan profitot realizálva, amire egyébként talán nem is lennének jogosultak, és olyan helyen extra profitot keresve, ahol semmi keresnivalója nem lenne a profit kutatásnak, de ennyit a járványhelyzetről, hiszen másnapi rendben ezt kitárgyaltuk. És hát azt is szeretném üdvözölni, hogy a NAV közzé teszi a megbízhatatlan cégek listáját. Az az index megoldás körül, a TT körül lehet egyébként szakmai vitákat folytatni, hogy ez a leghatékonyabb vagy sem. Én tudnék sokkal jobbat elképzelni, de nyilván ez inkább egy szakbizottsági vitának a tárgya, mint a parlament plenáris ülésé. Üdvözöljük azt, hogy a nulláról most egyáltalán el tudunk indulni valamerre. A finom hangolást viszont az a kérésem, hogy végezzük el bizottsági szinten. Ez eddig elmaradt a magyar parlamentarizmus utóbbi 11 évében, de ha pénzmosással, korrupcióval szemben bármelyik kormány, bármelyik tisztségviselője akármilyen javaslatot benyújt, és az érdemi és segít a helyzeten mi támogatni fogjuk, én álmodom egy olyan Magyarországról, ahol az egyszereplős közbeszerzések aránya nem akkora, mint napjainkban, hanem egy normális, a piac által tolerálható szinten van. Én álmodom egy olyan Magyarországról, ahol a különböző kormányzati vezetői pozícióban lévő személyek közvetlen környezete nem képes adóforintokhoz akár feldolgozás útján is jutni, és álmodom egy olyan Magyarországról, ahol nem fordulhatnak el olyan parlamenti napok, mint a mai, amikor egy óra alatt rekorder 1000 milliárdos vagyon cserél lényegében gazdát, és még meg is játsszák ehhez a parlamentarizmus és a demokrácia különböző kellékei díszleteit. Még egyszer mondom, a szándék őszintején támogatom, de 11 év közös munkálkodás után engedtessék meg részemről némi kétkedés, hiszen a tapasztalat azért óriási úr. Köszönöm a figyelmet!